munkavédelmi sorozatunk mai részében a fiatalok nyári munkavállalásával foglalkozunk. Egy veszprémi gimnáziumba látogattunk el, ahol elsőként a munkavállalás feltételeiről kaptak tájékoztatást a tanulók. A legfontosabb az, hogy az vállalhat munkát, akár nyáron, akár az iskola időben, aki elmúlt 16 éves, viszont amíg nem töltitek be a 18 éves kort, addig a szülőnek is bele kell egyezni abba, hogy ti munkát vállaljatok. Nem csak bele kell egyeznie, hanem alá kell írnia azokat a dokumentumokat, amiket ti, mint 18 év alatti fiatalkorúak még nem tehettek meg egyedül, ilyenek a munkaszerződés, vagy bármilyen hivatalos dokumentum. 18 év alattiakra még van néhány korlátozás, például nem dolgozhatnak napi 8 óránál többet, vagy nem dolgozhattok éjszaka, és ugyancsak van a heti 40 órás maximum korlátozás. A másik fontos kritérium, ami kell ahhoz, hogy mondjuk iskola szövetkezetnél dolgozzatok, az az, hogy rendelkezzetek nappali tagozatos státusszal, és ezt egy diákigazolvánnyal, illetve rajta az érvényes matricával tudjátok igazolni. Bárhogy mentek el bárhova dolgozni, munkaszerződésetek legyen. Jelenlegi minimál bér, az bruttó 93 ezer forint, órabérre levetítve 535 forint óránként. Tehát ennél kevesebbet bárki mond, nem kaphattok. Ezt meg kell kapnotok. Az elhangzottakat követően Nagy Zoltán munkavédelmi tanácsadó ismertette a fiatalok nyári munkavállalásához szükséges munkavédelmi tudnivalókat. Nem szabad erős felindulásból munkát vállalni, meg kell gondolni, igen nagy égés az, hölgyeim és uraim, hogyha valaki otthagyja a munkahelyét, mert most jutott eszébe, hogy a családja két hétre nem tudom elutazik nyaralni. Oda többet nem hívnak. Természetesen arról van szó, hogy benneteket kéne védeni a munka ártalmaitól, és a munka ártalma nem feltétlenül az, hogy egy kicsit elfáradok. Ez sajnos vele jár a munkának. De azért kezdem az elfáradással, mert mármilyen erősnek is érzitek magatokat, egy fejlődésben lévő ember az lehet, hogy meg tudja csinálni ugyanazt a munkát, amit egy felnőtt, csak ennek a későbbi vonzata esetleg olyan kellemetlen lehet, ami majd 30 éves korában jön elő. Ezért van az például, hogy a felnőttek által megengedett teher, amit mozgathat, az akár 50 kiló is lehet, vagy még több. Viszont fiatal embereknek pedig 10-20 kiló körül van meghatározva, ez maximálisan. Sőt, az is elvárás, hogy legfőjebb a munkaidő felében szabad ilyen munkát végezni. Tehát ha azt érzitek, hogy ilyen munkát végeztek egy munkáltatónál is, elfáradtatok, az teljesen természetes. Éppen ezért sokkal gyakrabban kellene nektek munkaidő közben pihenőidőt adni, 5-10 percet, nem többet, mert a fiatal szervezet az alatt regenerálódik, tehát semmiképpen nem szabad fizikailag túlterhelni benneteket. Munkavégzésetek közben könnyen lehetnek olyan ártalmak, amikre egyáltalán nem is gondoltok. A biológiai kockázat így nevezik azt, hogyha valamilyen élő anyag, élő szervezet, az számotokra kockázatot jelent. Nyilvánvaló, hogy ilyen biztosan gondoljátok, hogy ez egy szennyvíztisztító telepen előfordul, de egyikőtök se akar oda menni dolgozni. De ettől még ugyanígy előfordul mondjuk egy fagylaltosnál. Másik, amire nem hiszem, hogy gondoltok, az az, hogy a pszichés megterhelésetek sem korlátlan. Tehát bármilyen furcsa, a fiatalabb embereket nem szabad olyan munkára alkalmazni, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Ugyancsak pszichés megterhelést jelent a monoton munka. Tehát olyan munkát, ami ugyanazoknak a mozdulatoknak a folyamatos ismétlését jelenti, maradandó károsodást tud okozni. Kiemelt fontossága van annak is, hogy melyek azok a munkaterületek és foglalkozási csoportok, ahol fiatalok nem dolgozhatnak. A normális munkáltatónál van egy lista azokról a munkakörökről, ahol fiatalkorú nem dolgozhat. Melyek ezek a munkakörök? Például legtöbb vegyi anyaggal nem dolgozhatnak ebbe a csoportba tartozó személyek. Vagy az anyagmozgatást már említettem itt, a súlyhatárok. Ugyanígy
a biológiai kockázatok sok esetben ki vannak zárva. Tehát az a munkáltató, amelyik nem rendelkezik ilyennel, annak már fel kell merülni a gyanúnak, hogy ő egyszerűen csak most olcsó munkaerőt akar 3 hétre. Kéne szóljak az ilyen idénymunkás dolgokról, és ezek közül először a mezőgazdasági idénymunkáról. Na most egyáltalán nem egy rossz dolog mondjuk szőlőt szüretelni, vagy akár gyümölcsöt szedni, pláne hogyha összefogtok és többen vagytok ismerősök, ez egy vidám dolog. És nem is kell benne megszakadni. De itt is vannak olyan szabályok, amelyeket feltétlenül be kell tartani, mert ha nem, akkor ugyanúgy megbetegedhettek, vagy megsérülhettek. Gondoljatok arra, hogy például egy szőlő szüretnél, az még odáig könnyű munkának tűnik, és végezhetitek is, hogy leszeditek a fürtöket, és belerakjátok mondjuk egy vödörbe. De mondjuk a 40 kilós puttony cipelése a hegymenetbe, az már férfi embert kíván, méghozzá jó fizikai állapot út. Tehát bármelyik fiatalember, aki veletek lesz, erre úgy érzi, hogy alkalmas, ez így is lesz 13-szor mondjuk, és utána lesznek majd problémái, tehát ezt nem fogja tudni csinálni. A szabadban történő munkavégzésnek önmagában vannak kockázatai. Biztos hallottatok már éppen eleget arról, hogy növekszik az UV-sugárzás, és ez mennyire káros tud lenni. Tehát éppen ezért úgy szokták szervezni a normális helyeken az ilyen munkákat, hogy mondjuk 12-től 2-ig nem végzik, mert akkor a legerősebb a napsugárzás, hát ezen a éghajlati körön. Azt is tudnotok kell, például itt a mi régiónkban, hogy rengeteg a kullancs. Na most természetesen ez előfordul a mezőgazdasági területeken is, hisz ezekre a területekre is azok az állatok húcolják be, ami bárhol az erdőbe előfordulnak. Tehát a vaddisznó nem áll meg a szőlőtőkék szélénél, vagy az egyéb állat sem. Ezek a kullancsok a legkülönbözőbb betegségeket terjesztik, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy a nyáron ilyen munkát akar végezni, akkor már most el kéne kezdeni a védőoltásokat kapnia, mert majd a harmadik vagy a másodiknál védez igazán. Az előadás után természetesen kérdések is akadtak szép számmal. Én nyáron egy táborban szeretnék dolgozni, ami egy erdőben van, és hogy ott esetleg milyen kockázatok merülhetnek fel, vagy milyen vizsgálatokat, vagy egyéb elintézni valókat kell nekem elintézni előtte. Milyen munkakörbe fogsz dolgozni? Animátori munkakör, ami a diákoknak kell, a táborlakóknak programokat szervezni. Na most ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanolyan egészségügyi elvárás van egy animátorral szemben, mint mondjuk egy óvónővel. És aznak például egészségügyi kiskönyve van, ezt így nevezik, amit a körzeti orvos fog kiállítani, hogy ő neki nincs semmi olyan baj, amit mondjuk átad a gyermekeknek. Akkor ha ez egy erdőben van, akkor nyilvánvaló figyelembe kéne venni, hogy milyen egyéb kockázat van. Hát az erdő az itt a Dunántúlon mindenképpen a kullancs elleni védőoltást indokolja. Nekem az lenne a kérdésem, hogyha esetleg egy nyári munkát elvállalok, mint diák, akkor ugyanazok a feltételek vonatkoznak rám is, illetve ugyanazok a körülmények mellett dolgozhatok, mint az ott dolgozó munkások, akik például egész évben végig ott dolgoznak. Igen, valójában ugyanazok a feltételek mellett kell dolgozni, ha azt a munkát végezheted. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ottani munkavégzés például a ruhádat különösképpen elszennyezi, akkor neked is kell adni a munkáltatónak egy munkaruhát. Ha abban a munkakörben használni kell mondjuk egy védőszemüveget, mert repülhet valami a levegőbe, vagy éppen egy védőkesztyűt, hogy ne szúrja meg a szálka a kezedet, akkor ez neked is jár, ugyanúgy, mint a többi munkásnak. Sőt, ha ez előírás ezeknek a viselése, akkor ezt neked viselni is kell. Olyannyira, hogy erre téged ki fognak oktatni a munkavégzés előtt, és fel fogják hívni a figyelmedet,
hogy amennyiben nem viseled ezeket az eszközöket, nem használod, vagy nem tartod be ezeket az elemi szabályokat, akkor az ebből adódó kárból te is részesedsz. Hogyha nem egy ilyen iskola szövetkezeten keresztül szeretnék munkát vállalni, hanem külön saját szervezésben, és az ottani munkaadó nem teljesíti ezeket a feltételeket, amelyek a törvénykönyvben le vannak írva, illetve nem adja meg azt a minimum órabért, amit én szeretnék, ez esetben mi lenne a teendőm? Hát én minden fiatalembert lebeszélek arról, hogy olyan munkát vállaljon el, ami nem törvényes. Semmi biztosíték nincs arra, most csak a te ügyeddel foglalkozva, hogy egyáltalán fogsz kapni valamennyi bért. Ha történik veled valami, akkor nem azt fogják mondani, hogy az otthon történt, és nem fognak téged letagadni, ha bármi van. Na most arról nem beszélve, hogy egy hatósági ellenőrzés kapcsán, ha ez kiderül, ez a illegális foglalkoztatás, akkor ez kellemetlen lesz neked is, szüleidnek is, tanúként fognak megidézni benneteket a hatósághoz, egyáltalán nem egy öröm egy ilyen eljárásban részt venni. Az lenne a kérdésem, hogyha egy olyan munkakörben, ahol egyéni védőfelszerelések használata szükséges, akkor ezeknek a biztosítása ez a munkáltató szerepköréhez tartozik, vagy pedig a munkavállalónak kell ezeket biztosítania? A kérdés jogos, és a munkavédelmi törvénynek a legelején van rögzítve azt, hogy ha ilyen eszközökre van szükség valahol, az köteles a munkáltató adni, sőt olyannyira, hogy még pénz sem adhat helyette, hogy majd a dolgozó megveszi magának. Tehát ez a kör így bezárult, sőt pénz sem kérhet érte. Tehát az egyéni védőeszközt köteles a munkáltató adni, sőt köteles megkövetelni a használatát, és ezért ő semmit nem kérhet. Ha bármi olyan gondotok van, amit nem tudtok hirtelen eldönteni, akkor azt tanácsolom, hogy forduljatok bizalommal a munkavédelmi hatósághoz. Bármelyik munkavédelmi hatóságnak az elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe megtalálható egy honlapon, elég, hogy csak annyit jegyeztek meg róla, 4 betűt, OMMF.